Miskolc város napja ünnepi közgyűlés, átadták a város kitüntető címei díjait. Koncertek, interaktív programok, játékos vetélkedők, színes programok a városnapon. Ápolók nemzetközi napja, 14 egészségügyi dolgozót tüntettek ki Vármegyénben. Jó estét kívánok! 2024. május 13-án 18 órakor a Miskolc Televízió hírműsorát, a Miskolcnát látják. Jönnek a részletek! Miskolc város napját 1993 óta ünnepeljük május 11-én, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója. A város napján a hagyományoknak megfelelően ünnepi közgyűlésen adták át a város kitüntető címeit és díjait. Vastaps fogadta Miskolc város idei díszpolgárát Fedor Vilmost. Miskolc korábbi alpolgármestere, a város kulturális életének építője, sok-sok éve munkálkodik Miskolcért. Nevéhez olyan a város kulturális életét meghatározó programok fűződnek, mint a Kocsonya Fesztivál, az Opera Fesztivál vagy a Cinefest. Fedor Vilmos a városáért végzett munkássága alapján érdemelte ki a Miskolc város díszpolgára elismerést. Ez hihetetlen elismerés, tényleg. Mikor megtudtam, hát először azt arra gondoltam, hogy valami tévedés történhetett a rendszerben, de rendkívül jól esik. Különösen azért, mert itt nem csak engem ismernek el ezzel a kitüntetéssel, hanem azt a fajta gondolkodást, amit én hosszú évek óta hirdettem, és aminek rengeteg követője lett, és ez az elismerés a munkatársaim elismerése is. Díszpolgári címet kapott még Kevin MacDonald, skóciai születésű, Oscar-díjas hollywoodi rendező, a miskolci származású filmes Pressburger Imre unokája. A díjazott a Cinefesten veszi majd át az elismerést. A díszpolgári címek mellett több mint 30 olyan személy vagy szervezet kapott elismerést, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, öregbítve ezzel Miskolc hírnevét. Veres Pál az ünnepi közgyűlésen utoljára szólalt fel, mint Miskolc polgármestere. Arról beszélt, milyen Miskolcot látna szívesen a város egyszerű lakójaként. Egy boldog, büszke, nyüzsgő, dolgos, okos és zöld Miskolcot szeretnék látni 2030-ban. Egy olyan várost, ami büszke a múltjára, értékeli a jelenét és okosan, bátran tervezi a jövőjét. Azt szeretném, ha Miskolc vezetése 2030-ban is azt keresné mindenkiben, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Az ünnepi közgyűlést követően új szobrot avattak a Dérinékertben. Rusznyák Gábor a színház főrendezője és Veres Pál polgármester leplezte le Jenbach Béla, miskolci származású osztrák színész szövegíró szobrát. Leo Steinnel együtt írták meg a magyar operett történet egyik legismertebb művének, a Csárdás királynőnek a szövegkönyvét. Nem volt könnyű gyermekkora, nővérével, Idával, viszont nagyon szerettek színházba járni. Ugye nem messze voltak a színháztól, és itt már akkor is izgalmas előadások születtek, és ez a színház szeretet, ez utána beléjük ivódott. Valahogy mi is ugye mindig ezt reméljük, hogy az előadásainkkal egy ilyen fajta dolgot tudunk elindítani. Miskolc város napját 1993 óta ünnepeljük május 11-én. Annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, az osztrák-magyar monarchia első uralkodója. Fergeteges programkínálat várta a miskolciakat a hétvégén a városnapja alkalmából. Koncertek, interaktív programok, játékos vetélkedők kicsik és nagyok számára. A könyvtárban könyvkötéssel, népi játékokkal és könyvvásárral várták a családokat. A Művészetek Háza mozitermeinek gépházába hívta kirándulásra az érdeklődőket. A Szent István téren egész napos programokkal, koncertekkel szórakoztatták a miskolciakat. Este pedig a színházban ünnepi gála műsorral emlékeztek meg a városnapjáról.
Családokkal telt meg a II. Rákóczi Ferenc könyvtár előtti park szombaton. A város napjához csatlakozva idén is megszervezték a könyvtári majálist. Jól érezzük magunkat igazából, jó, hogy egy ilyen délelőtti program van, és a gyerekek így mindenféle népi játékot ki tudnak próbálni. Szeretünk ilyen helyekre járni. Kutyás bemutató a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület jóvoltából. A gyerekek kipróbálhatták a könyvkötést, és számos népi játékkal foglalhatták el magukat. A felnőttek pedig a könyvvásáron bukkanhattak igazi kincsekre. A program célja a könyvtár, valamint a könyvek világának megismertetése, megszerettetése. Nagyon nagy az érdeklődés, egészen reggeltől már így minden helyszínen vannak, úgy megoszlik a tömeg, de még természetesen várjuk háromig azokat, akik esetleg most gondolnak arra, hogy bekapcsolódnak. A Művészetek Háza a kulisszák mögé engedett betekintést. A mozi termeinek gépházába hívta látogatásra az érdeklődőket. Régi és új vetítőgépek működéséről és történetéről hallhattak érdekességeket. Látni lehetett, hogy milyen volt a régi technika, hogy működtek a régebben a hagyományos filmek is. Nagyon szép és dicséretes dolog, hogy ezek a gépek ma még megvannak és teljesen üzemszerűen, üzemképesen. Tudom, az élet keserű, de van, hogy néha édeszed, már össze magad, ha benne a cícítes. Folyton a munka, folyton arc, és nem mit semmi jutalom, te már észre, hogy elnyom a felsőbbrendű hatalom. A Szent István téren fergeteges hangulat várta az ünneplőket, délután és este koncertek, napközben pedig családi és gyermekprogramok. Nagyon tetszenek nekünk, igazából hát van egy csomó játék, ugye lehet szórakozni, meg ilyenek, jól lehet érezni magunkat, és nekünk tetszenek. Szirénázva érkezett a tűzoltó autó a Szent István térre. Tetején a DBTK női kosarasai ültek. A klub történetében először lettek bajnokok a kosaras lányok. Őket ünnepelték a miskolciak. Mi Miskolcon tudjuk azt, hogy a DBTK nem egy csapat, egy életérzés, egy identitás, a miskolciságunk része. Mi vagyunk, akik szurkolunk nekik, és mi izgulunk értük. És köszönjük azt az egész egyesületnek, és azon belül most a legnagyobb sikert elért női kosárlabda szakosztálynak, hogy vannak nekünk, és itt vannak a városban, és az identitásunkat így is erősíti. Az egész napos városi ünneplést este gála műsorral zárták a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol a város tehetségei, az előző évek díjazottai és a színház művészei emlékeztek Miskolcra. Itt hívjuk fel kedves nézőink figyelmét arra, hogy a város ünnepéről, így az ünnepi közgyűlésről és a városnapi kulturális programokról is bővebb összeállítást a szerda esti kilátó műsorban láthatnak. Az Avason az egyik legnagyobb gondot az illegális hulladéklerakás, a guberálás és a kukaracsok felfeszítése okozza. A témában utcaformot tartott Szarka Dénese a terület önkormányzati képviselője. A városgazda, az önkormányzati rendészet és a Mirehu kollégáival kerestek megoldást a problémákra. Avasi lakók gyülekeztek a Szent György úti városközpontban. Péntek délután utcafórumon vitatták meg a városrészt érintő legégetőbb problémákat. Véletlenül jött ki, mert szeretnék a boltba menni, szálltam le a buszról, és megláttam, mert ismerősök itten, akik itt vannak, itt nyilatkoznak, meg tájékoztatnak, és úgy benéztem, hogy mégis hogy állnak a dolgok. Az utcafórum témája az illegális hulladéklerakás, a guberálás és a kukaracsok megrongálása volt, ami régóta bosszantja az avasi városrészben élőket. Itt van az önkormányzati rendészet, a városgazda, a Mirehu munkatársai, hívtunk ide lakókat, közös képviselőket, és szeretnénk arról beszélni, hogy milyen komplex megoldások vannak, milyen szerepe lehet adott esetben a lakosságnak, mit tudnak a hatóságok elvégezni. Ezeket a kérdéseket szeretnénk körüljárni. Az utcafórumon szó esett a társasházak energetikai korszerűsítését célzó önkormányzati és Európai Uniós forrásból történő megvalósítása, melyet a következő ciklusban vinnének véghez. Civilek munkáját ismerték el vasárnap a Florence Otthon kert virágkiállításon és vásáron. Két egyesület 6 önkéntesének tevékenységét köszönték meg, akik az elmúlt években Miskolc számos területét tisztították meg a szeméttől. A díjátadó ceremóniát követően az avasi hegygazdák közreműködésével közös tortázásra invitálták a vásár résztvevőit. Nem csak, hogy felveszik a
az utcán heverő szemetet, hanem saját idejüket nem kímélve nagyon komoly akciókat, nagyon előremutató tevékenységet végeznek annak érdekében, hogy ne csak egy-egy szemétdarabot vegyenek fel a földről, hanem szisztematikus, koncepciózus munkával egy egész városrészt tisztítsanak meg a szeméttől. Ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy minden köszönetet megérdemelnek, hiszen soha nem lesz olyan állapotban sem a mindenkori kormány, sem a mindenkori önkormányzat, hogy a város minden szegletében teljes tisztaságot tudjunk tartani. 14 egészségügyi dolgozót tüntettek ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből az önkormányzat dísztermében hétfőn. Az ápolók nemzetközi napját világszerte május 12-én ünneplik, ez alkalomból díjazták azokat az egészségügyi dolgozókat, akik munkájukban kiemelkedően teljesítenek. A kitüntetések átadása után a résztvevőknek egy továbbképzést tartottak, aminek témája a stresszkezelés az egészségügyi munka során. Díjazták az egészségügyi dolgozókat az ápolók nemzetközi napja alkalmából. Az ünnepséget a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területi szervezete szervezte az önkormányzat dísztermében hétfőn. Az ápolók nemzetközi napját 1974 óta minden évben május 12-én tartják világszerte. Az egészségügyi munka az egy nagyon áldozatos munka, és ezt egyébként én úgy vélem, és sokan úgy tartjuk, hogy ez csak hivatásként lehet művelni. Nagyon sok odafigyelés, tudás, elismerés, szakmai hozzáállás, és a betegek szeretete kell hozzá. És az egészségügyben annyira kevés az, amikor elismerik a dolgozókat, hogy ezért tartjuk fontosnak, hogy minden évben megemlékezzünk az ápolókról. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből összesen 14 egészségügyi dolgozót tüntettek ki az ünnepségen. Kitüntetést vehetett át Szabó Csollák Ilona is, aki már 40 éve dolgozik az egészségügyben. Nagy álmom volt, hogy ápolónő vagy egészségügyi dolgozó legyek. 84-ben, mikor végeztem az egészségügyi szakközépiskolában, akkor szerencsések között voltam, mert Szent Ferenc akkor beházban helyezkedtem el ápolónőként, és ott végigjártam a ranglétrát, ápolónő, főnővér, majd ápolási igazgató helyettes, és 2007-ben az összevonulások után ápolási igazgató helyettesi pozíciót kaptam. Az ünnepség után a résztvevő egészségügyi dolgozók számára továbbképzést tartottak, amelynek a témája a stresszkezelés volt. Újra szól a basszus kulcs. Híradónk után kezdődik a Miskolc Televízió zenei műsora. A mai adásban láthatnak egy riportot a Lilafüreden megrendezett Elektróger majálisról, ahol több mint 10 DJ lépett fel idén. Majd a Miskolcról indult Bari Laci mesél arról, hogyan adott új lendületet az életének, énekes pályafutásának, amit már a legújabb videoklipje is tükröz. Majd a Boldog Kisfalut Fest francia fellépőjével beszélgetünk arról, mivel készülnek a magyarországi fellépésükre. A zenekar gitáros ének. Something like that, I guess. So more than 23 years, I think. 2001-ben alakult meg a zenekar, tehát már 23 évvel ezelőtt. Magunktól tanultunk meg játszani a hangszereinken, és utána mentünk el iskolába. Ami engem illet, én egy jazz suliban tanultam, hogy magasabb tudásra tegyek szert, de ez érvényes egyébként a többiekre is. Bajnokveréssel zárult az élvonalbeli labdarúgó szezon Miskolcon, illetve világkupa verseny győzelemmel térhetett haza Szofiából Guzi Blanka. Ezek az örömteli események születtek többek között a mögöttünk hagyott hétvége sporteseményein. Küzdelemből nem volt hiány Szombathelyen és Egerben sem, de az előbbi helyszínen a DVTK női labdarúgói, utóbbi esetében pedig a miskolci vízilabdázók maradtak pont nélkül. Sportösszefoglalón következik. Ahogyan azt a szezonban már többször is tapasztalni lehetett, a zöldfehérek idegenben a DVTK stadionban is nagy erőkkel rohamoztak. A 38. percben a kapufát is eltalálták, de nagyon közel járt a gólhoz a házigazda is. Ám Vallejo lövését fogta a kapus.
Majd az újpesti fiaskót követően ezzel a nagyvédéssel jelentkezett a kapuba visszakerülő Artyom Odintsov. A második félidőre egy veszélyesebben támadó DVTK futott ki, és ugyan Klimovics fölé lőtte Zitzerben a labdát, de nem sokkal később már megszületett a vezetés. Felszabadítás helyett egymást találták el a vendégek, és az elé pattanó labdát Gera fejelte a hálóba. 1-0. A végjátékban pedig eldőlt a bajnoki, ugyanis Bényei még estében is jól ívelt középre, és a védőt megelőzve Szabó bólintott a vendégkapuba. Az újdonsült bajnokot tehát 2-0-ra legyőzve zárta a szezont hazai pályán a Miskolci együttes. Azzal kezdeném, hogy gratulálok a játékosainknak, hiszen az újpesti bajnoki után nehéz napokat éltünk meg. De közösen igyekeztünk helyére is rakni a történteket, nyíltan megbeszéltük, mi vezetett a komoly vereséghez. De azt is, hogy olyan teljesítménnyel, játékkal kell előrukkolni, hogy valamelyes felettessük azt, ami történt. Meg akarta mutatni tudását a csapat, azt, hogy milyen minőségre vagyunk képesek, hiszen megfogadtuk, a szurkolóinkért is játszunk. Győzelmünk kulcsa a 100%-os koncentráció, a motiváció volt az, hogy szenvedéllyel fociztunk és kontrolláltuk az előttünk adódó területeket. Értékelte a hazai szezonzáró tapasztalatait a vezetőedző. A piros-fehérekre még egy bajnoki mérkőzés vár szombaton, Székesfehérvárat vendégszerepel majd a Diós Győr. A mögöttünk hagyott hétvégén viszont már véget ért a női labdarúgó NB1. A DVTK együttese Szombathelyen a Haladás vendégeként lépett pályára. A Bém Gábor vezetőedző irányított a csapatnak már tét nélküli találkozón, egy órán át nem esett találat, majd ezt követően kétszer is a piros-fehérek voltak idegenben is előnyben. De mindkétszer sikerült az egyenlítés is, sőt a hosszabbításban végül a Haladás 3-2-re meglepetésre megnyerte a szezonzárót. A DVTK ezzel az eredménnyel pedig az 5. helyen zárta a küzdelmeket. Egerben folytatta szereplését a vízilabda OB1 rájátszásában a Panergy Miskolci Vízilabda Klub, mely során a tét a 9. hely megszerzése. A találkozó a nagyszüneti kiegyenlített játékot hozott, egy góllal vezettek a hevesiek. Ám a folytatásban többek között a nem túl jó miskolci emberelőnyös játéknak is köszönhetően növelni tudták előnyüket az egriek, és végül 11 hétre győzni tudtak. A két győzelemig tartó párharcban így 1-0-ra vezet az egri együttes, folytatás szerdán 19 órától a Kemény Dénes uszadában. A párharc miskolci összecsapását élőben közvetíti majd a Miskolc Televízió, keddi sportműsorunkban pedig riportokkal vezetjük fel a hazai szezonzáró bajnokit. Egy világkupa verseny megnyerésével tette még emlékezetesebbé születésnapját Buzi Blanka, a DVTK 5 tusázója. A válogatott versenyző Szófiában állt rajthoz, és úgy kezdhette meg az utolsó kombinált számot a döntőben, a lézerrant, hogy a 7. helyről rajtolhatott a kistokai sportoló. Ám az itt mutatott fantasztikus produkciónak is köszönhetően sorra előzte meg riválisait, és végül elsőként haladt át a célvonalon, pályafutása 2. világkupa aranyérmét megszerezve. A fagyos szentek a magyar népi hagyomány szerint azoknak a napoknak a közös elnevezése, amelyekre a néphagyományok szerint a késő tavaszi fagyok szoktak érkezni. Hogy holnap Bonifác milyen időjárást hoz, arról hamarosan kezdődő időjárás jelentésben hallhatnak. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!